az Amerikai Egyesült Államokat méltán nevezzük a tornádók hazájának. Az USA középső területein, Mississippi alföldön elhelyezkedő államokban, például Oklahomában vagy Texasban, esetleg Kansas területén is még, évente több száz tornádó fordul elő, ezekről rengeteg videót találunk az interneten. Magyarországon is észlelhetünk tornádókat, sőt az utóbbi időkben, mivel az embereknek egyre több lehetőségük van rögzíteni meteorológiai jelenségeket, az utóbbi időkben magyar felvételeket is találunk már szép számmal a videó megosztó portálokon. Tornádó kialakulásához megfelelő meteorológiai körülmények kellenek. Elsősorban nagyon erős konvekciós, azaz felfelé irányuló áramlatok a légkörben. Ezek az áramlatok többféle módon jöhetnek létre, legegyszerűbb a levegő felmelegedésével járó konvekciós feláramlás. Viszont hegységek környezetében, tehát toborzati hatásra is kialakulhat ilyen, illetve az úgynevezett szélnyírás esetén is. Ez azt jelenti, hogy a különböző magasságban elhelyezkedő légrétegekben más irányú szelek fújnak. Azért fontosak ezek az adottságok, mert ilyen esetekben jöhetnek létre komoly, erős zivatarfelhők. Amikor a megfelelő légköri körülmények adottak, akkor nem egyszerű zivatarfelhő, hanem úgynevezett forgó, rotáló mozgást végző zivatarfelhő, úgynevezett szupercella alakul ki. Hogyha megfelelően nagyok a nyomáskülönbségek a felhőben és a felhőn kívül, akkor a felhőből lefelé irányulva egy tölcsér indul el, mely, hogyha a Földet érinti, akkor tornádónak hívjuk, és ez igen komoly károkat tud okozni, mind az épített környezetben, mind a természeti környezetben. Laborkörülmények között is elő tudunk állítani tornádót, nem kell más hozzá, mint egy mágneses keverőberendezés. Erre a berendezésre főzőpohárban elhelyeztem körülbelül fél liter vizet, középen bent egy mágnes található, ezt a mágnest forgatja meg a készülékünk, és hoz létre örvénylő mozgást a pohár vízben. Próbáljuk ki a kísérletet. Beindítom a mágneses keverőt, ami elkezdi keverni a vizet. Kicsit nagyobb sebességre kapcsolva. Egyenlőre úgy tűnik, mintha nem történne semmi a folyadékban. Ételfestékkel színezzük meg a vizet, és nézzük meg, hogy mi történik. Már is láthatóvá válik az örvény középen, mely, ahogyan az előbb is említettem, felülről lefelé hat ebben a folyadékban, és gyönyörűen láthatóvá válik a tornádó tölcsér. Hogyha még erősebb forgó mozgást idézek elő, mint ahogy a természetben is előfordulnak gyengébb és erősebb tornádók is, akkor magát a tölcsért is láthatóvá tudjuk tenni. Amíg a tölcsér nem ér le a pohár aljára, természetben ugye a földfelszínre, addig tubáról beszélünk. Hogyha a tölcsér eléri, mint jelen esetben látjuk, a földfelszínt, akkor hívjuk a jelenséget tornádónak. Tornádót nem csak laborban tudunk előállítani, hanem nagyon egyszerű módon otthon is szemléltethetjük ezt a légköri jelenséget. Nem kell hozzá más, mint két üres petpalack. A kupakjaikat összeragasztottam, előtte természetesen kifúrtam őket, hogy a víz át tudjon áramolni az egyik palackból a másikba. Tornádó úgy fog létrejönni, hogy ezt a rendszert megfordítom, megtekerem, picit, hogy örvénylő mozgást keltsek, és a felső palackban már is kialakult a tornádó töltsége.